Az Anuszi ZCK 242 G1XA típusú szabadon álló kombinált tűzhely, 50 cm széles, 54 cm mély és 85 cm magas. Ez a modell rozsdamentes acélkivitelben üvegtetővel kerül forgalomba. A energiaosztályú, nettó 56 literes a sütőtere. Bal oldalt két egyforma méretű égőt találhatunk, jobb oldalt egy nagyobb, mögötte pedig egy kisebb mokka égő található, hátul van egy gőzelvezető nyílás, a sütőben keletkezett gőz és pára itt tud távozni a sütőtérből. Bal oldalt található a négy gázégőnek a gombja, egykezes szikragyújtás van benne, csak be kell nyomni, elfordítani és automatikusan gyújtja az égőfejeket. Itt található egy egyszerű percóra, nem kapcsolja ki a sütőt, csak a beállított idő leteltével csenget. Hőfokszabályzónál 50-től 250 fokig tudjuk állítani a sütő hőmérsékletét, a kis kontrollámpa akkor alszik el, amikor a sütő elérte a beállított hőfokot. Jobb oldalt található a sütőfunkcióválasztó, külön kapcsolható sütővilágítás, alsó-felső sütés, ami pizzasütéshez is optimalizálva van, nedves sütés, csak alsó sütés, felső sütés és grill és alsó sütés, illetve alacsony hőfokú sütés. Kényelmes nagyméretű ajtónyitó fogantyúja van, a panoráma ablaknak köszönhetően jól látható, hogy mi történik a sütőtérben. A dupla üvegezésű sütőajtó könnyen szétszedhető, így az üvegrétegek között is könnyen tisztán tudjuk tartani. A belső tér úgy van kialakítva, hogy a sarkok le vannak kerekítve, könnyű a tisztítása, tartozékként van hozzá egy grillrács, illetve egy sütőlemez. Alul egy praktikus edénytárolót találhatunk. Könnyen szétszedhető és tisztán tartható a felső rész is az osztott edénytartórásnak köszönhetően, és a könnyen szétszedhető égőfejeknek köszönhetően. A készülék bal oldalán található a gázbekötés, a készüléket a területileg illetékes márkaszervíznek vagy számlaképes szakembernek kell üzembe helyeznie. A energiaosztályú rozsdamentes acélkivitelű kombinált tűzhely egykezes szikragyújtással.